Üdvözöllek benneteket, amikor is elérkeztünk a 26. Pascal programozásos részhez, és egyben egy fontos bejelentéshez. Ugyanis azt szeretném bejelenteni, hogy ez a sorozat, hát talán ezt már lehetett sejteni, de lényegében inaktívvá fog válni, ami annyit jelent, hogy rendszeresen epizódok nem lesznek várhatóak, hanem esetleg, hogyha valami új dolgot tudok meg, amivel ki lehetne bővíteni az ismereteket, vagy pedig, hogyha bemutatok valami programot legfeljebb, de ezen kívül úgy aktívan nem lesznek részek, azonban egy kis értékmentés révén, és mivel úgy láttam, hogy nagyobb érdeklődés mutatkozott erre a sorozatra, mint a többire. Ezért áttérünk most a grafikus felhasználói interfészre, és elkezdődik egy kis Lazarus kóstolgatás. Abban nem fogunk ennyire mélyen belemenni, az biztos, de talán még annyira mélyen sem, mint a HTML-be, félre ne értsétek, annak még nincs vége, de ugyanazt ezzel nem szeretném végig csinálni, hogy gyakorlatilag az alapokat tudom, de úgy a konkrét ismereteim nincsenek meg rá, hanem mindenre utána kell keresgélni. Inkább is, hogy úgy egy ilyen elindulást, hogyha már ismeritek a Pascal nyelvet, akkor mégis tudjatok ezzel mit kezdeni, és így lehessen hasznosítani mégis valami modernebb dologban ezeket az ismereteket. Tehát kezdjünk is hozzá. Mivel én ezt már előre megcsináltam, ezért most csak bemutatom, hogy mi lenne a teendőtök. New application, OK. És akkor legenerál nektek egy ilyen üres oldalt. És akkor hozzuk elő, itt van, hogy milyen részekre oszlik a képernyő. Most egy lap van nekem megnyitva. Van a Source Editor. Az Object Inspector, vagyis ez. A Messages, vagyis amit alulra kidob, és a Main App nevű, vagyis Main App nevű, ez pedig a grafikus, a vizuális szerkesztő. Most először is az Object Inspectorral és a Main App-el fogunk foglalkozni, úgyhogy ezeket be is húzom ide középre. Tehát kezdtünk ezzel a külső kerettel, aminek az volt a neve, azt hiszem, hogy Form 1. És T-form típussal rendelkezett. Én ezt átneveztem, Properties fülre rámegyek, és Name alapablak, ez lett a változó neve, itt pedig Main App van mégis kiírva, ez annak köszönhető, hogy Caption az a Main App-al lett egyenlő. Ezen kívül még beállítottam egy szélességet, vagyis hát ez most pont a magasság, ez a 360, de a width. Beállítottam egy szélességet, a topot is meg lehet határozni, ez látszik, hogy itt változik a fellemozgatón. Még itt a pixel sűrűséget is be lehet állítani. Ezt nem tudom, hogy miért jó nekem. Minden esetre legyen mondjuk 100. A lényeg, hogy és itt pedig a balról nézett koordinátáit is lehet ezzel a húzogatással beállítani. Ezeket egyébként alapablak pont left top caption, ezeket ugyanúgy be lehet állítani. Tehát ez egy borzasztó egyszerű dolog. Aztán itt az Events-nél én már beállítottam egy eseményt. Itt van az összes dolog, ami történhet ezzel az ablakkal. Én itt láthatjátok, egyet állítottam be azzal, hogy ide belekattintottam és ide rányomtam. Megmutatom, hogy hogyan zajlik ez. Aztán rajzoltam egy gombot. Ez hogyan történik? Itt ezt megfogom, húzom, és voilà. És kitörlöm, mert nem kell. Vajon ott marad ilyenkor a kódban a gomb? Felmegyek és megnézem.
Nem, hála Istennek. Ezt pedig visszahozom. Tehát így, ugyanezzel a módszerrel én ide húztam egy gombot, ami mellesleg igazodik egy láthatatlan címkéhez lényegében. Címkét erre kell rákattintani. Gomb, címke. Húzok egy gomb, illetve ez most pont nem címke lett, béna vagyok. Ez a címke. Így, mi? Ennek van egy autosize true-ja, ezt átállítjuk false-ra, és akkor nem akkora lesz, mint a benne levő szöveg, hanem amekkorát akarunk. De most semmiet nem akarunk. Tehát ezt úgy húztam, hogy éppen a gombbal egy vonalba legyenek. Nézzük ennek mekkora a mérete. 146-os szélesség, szóval hát ebből már lehet tudni, hogy ehhez aligha nyúltam hozzá úgy külön pontosra. És itt is nézzük a magasságát, ez magasabb. És itt is captionnél lehet beleírni, hogy átír jelen esetben. Itt is auto size false. Ha true lenne, akkor így összenyomódna a szöveghez idomulva. De mint hogy false, ezért ez mennyi volt? 54-146. 54. Hoppá. 146. Oké. És akkor mi a legalapvetőbb dolog, amit tudunk csinálni egy gombbal? Elnézést. Megnyomni. Egyértelmű a dolog. Ugyanez a megoldás. Events, onclick, és ide erre a tallózás, erre rá lehet kattintani, vagy pedig dupla klik a gombra. Most direkt nem csinálom meg. És meg, sőt, először amit csinálok, az nem más, mint hogy lefuttatom, hogy lássátok. Messages. Én a régi fajta kombinációkat használom, egyébként rának compile. Azért a régi fajtákat, mert szögletes zárójelet az új fajtákkal, azt hiszem, hogy nem nagyon lehet csinálni. Ezért Ctrl-C, a Ctrl-V helyett még mindig a Shift, Ctrl Insert, Shift Insert-et használom, és Ctrl FX, F9-el futtatok. Szépen létrehozza. És itt van, hogy run. Erre egyszerűen rányomok. És íme. Ez már maga a futó alkalmazás. És ha megnyomom, hogy átír, akkor kidob mindenféle hülyeséget. Még egyszer, megint teljesen más hülyeséget. És ilyen össze-vissza hülyeségeket dob ki. Még egy funkcióval ki fogom bővíteni a dolgot, de ez még tényleg csak egy ilyen ízlelgetés, hogy minden gombnyomásra össze-vissza hülyeséget fog kisorsolni. Nézzük ezt, hogyan valósítható meg. Te meg gyere vissza. Tehát először is kódban sok mindent megtalálunk. Először is már azért jobban értem, hogy ezek mik akarnak lenni, ezt a GTK plusz programozásos könyvben mutatta meg, tehát hogy ez az Object Pascal fordítás. Tehát, hogy ez már egy ilyen korszerűbb Pascal verzió, hát illetve nem verzió, hanem ez egy önálló nyelv tulajdonképpen. Tehát ez már korszerű Pascalos fordítás, az objektumorientált Pascalos fordítás, és ez is valamihez kapcsolódó dolog, de erről viszont konkrétan nem tudom, hogy micsoda, és vagy, de vagy viszont. Tehát itt volt a változó típusa, ezt hozzuk tulajdonképpen létre a type-pal, és ez egy osztály. Tehát ezzel még nem nagyon találkozhatunk, hogy osztály, viszont a rekordot azt ismerjük, és tulajdonképpen a rekordnak a kibővítése az objektum, és úgy látszik, hogy ebben az újfajta Pascalban az objektumot osztálynak hívják. A különbséget ezt soha nem fogom megérteni a kettő között, a modern nyelvekben mindig osztálynak hívják, régebbi nyelvekben meg lehet találkozni az objektum kifejezéssel, ami hát lényegében ugyanazt szimbolizálja, bár hát szigorúan véve az objektum az egy példány, az osztály az meg az objektum típusa.
De attól még ez nyugodtan lehetne Object is, ha az régi fajta lenne, Turbo Pascalban például az lenne. Itt ez tulajdonképpen az inherited, tehát hogy miből származik, minek a tulajdonságait örökli ez az objektum. A T-formnak, tehát ennek a keretnek, ennek az ablaknak, külső résznek. És ebben van az átírgomb és a random sov. Ezeket is átneveztem nyilván, és ezek gomb-típus és szövegdoboz-típus. És ezek mellett van egy form create, alapértelmezetten sender t object-tel és sender t object-tel van egy átír gomb klik is, ez lesz a gombra való kattintás, és köztük egy véletlenszerű szövegfüggvény, ami string értéket fog felvenni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nem működne ezek nélkül is, de kompatibilitási hibák elkerülés érdekében úgy használtam, hogy JavaScriptben is szokásos. Egyetlen egy változó van, ez az alapablak, ami ezt az egyéniek definiált típust használja. És akkor nézzük a függvények elkészítését. Ez a típusnak, tehát ez a típusnak, nem a változónak, a típusnak a jellemző véletlen szövegfüggvénye lesz, aminek van egy i változója. És ez 12 hosszúságú stringeket generál, de legyen random 12 plusz 1. Így, né? F2-vel elmentem, mondom saját kombók. Tehát, és a véletlen szöveg az úgy képződik, hogy mindig ugyanezt a véletlen szöveg változót, tehát nem újra hívom rekurzív módon a függvényt, hanem ezt a véletlen szöveg változót ezt újra felhasználom, és egy random karaktert használok fel, aminek a kódja 60-tól 159-ig terjed inkluzíve. Tehát 160 már nem lehet, de 100, vagyis 60 még igen. Ezek mellett beállítottam ennek a formnak egy onCreate eventet, vagyis eseményt, magának a külső rétegnek, az alapablaknak. Amint azt a név is mutatja, de a név lehetne más is, de hát így praktikus, hogy megegyezzen az eseménnyel. Ez egy véletlenszerű kezdőértéket állít be, hogy minden futásnál össze-vissza szöveget generáljon le, ne pedig ugyanazokat. És itt pedig az átír gombra való kattintásnak az eseménye. Ennek is az alapértelmezett paraméterrel. És ennek már csak annyi a feladata, hogy a véletlenszerű szöveg elnevezésű szövegdobozkának a tartalmát ténylegesen átalakítsa erre a véletlen szöveg függvény által generált stringre. Azonban, mivel ez a file, ez alapértelmezésben nekem legalábbis ez így volt, csomó kérdőjeleket dobált az átírásnál, hogyha nyomattam. Tehát szinte mindegyik karakter kérdőjel lett. Nektek ez lehet, hogy nem így lesz, akkor erre nincsen szükségetek. De nekem ez a file, ez az egész Source Editorban szerkesztett file, egy ANSI, tehát ilyen nyugati kódolású file volt. Ezért használni kell egy függvényt, ANSI 2 UTF-8, mert ez meg normálisan láthatjátok, hogy átír is rendesen megjelenik. Tehát ez egy UTF-8 kódolást használ, és így hát hülye karaktereket jelez ki, de legalább nem kérdőjeleket. Ennyi a nyereség. Ctrl F9. És akkor láthatjátok, hogy a .exe fájllal nem is kellett találkoznunk lényegében. Itt jól vibrál az egér. Fordítás sikeres. Lerakom őket. Téged nem tudlak lerakni. Lefuttatom. Igen, ez már egyszer megtörtént. És össze-vissza karakterek, most már össze-vissza hosszúságban. Most csak egy P betű. Össze-vissza teljesen 100% random. Haha. Erre már igazán nem lett panasz, most közli, hogy
Megállt. Egyébként azért jó így futtatni, mert ez tulajdonképpen egy debuggert is ad nekünk. És így, hogyha hiba van, vagy végtelen ciklus, akkor azt kijelzi, és akkor kicsit, nem nagyon, de azért kicsit megkönnyíti a javítást. És akkor elmondom, hogy mik lesz. Még lesz itt ez a főmenü, ami itt ez a felső sor, mint itt ezek itt néha egymás mellett. A felugró menü, ez nem tudom, hogy melyik akar lenni, lehet, hogy ez a kilógós rész. Aztán beviteli mező lesz, memo, hát ezek nem tudom, hogy ezek a nevek, ezek mire akarnak utalni, ez az ilyen kibekapcsolós gomb, hogy vagy be van nyomva, vagy nincs benyomva, ez a két állása van. Checkbox, tehát az ilyen pipás lista, hogy amikor többet kiválaszthatsz, vagy igen, vagy nem, és nem zárják ki egymást. Radio button, amikor kizárják egymást, és csak egy lehet bepipálva. Lista, hát ez a combo box, ez megint valami érdekes dolog. Frame, de lesz itt például még alakzat, rajzterület. Azt hiszem vannak itt még ilyen fölugró ablakok is. Ilyen töltési sáv. Ilyen intervallum beállító adatbázis, eljárás futtatás. Hoppá, na ez már érdekesen hangzik. Ez az IPC szerver. Mert ez most nekem is egy aktuális dolog lenne. Ez szerintem az ilyen, nem vagyok ebben biztos, úgyhogy ne vegyétek fejemet, de szerintem ez az a set timeoutnak megfelelő dolog, ez pedig, hát ez szinte biztos, hogy ez a set interval, mert erről láttam is videót. És akkor innentől kezdve pedig már adatbázis és tőlem egyre távolabb eső dolgok. C++, lehet, hogy nem vagyok benne biztos, de szerintem most mit jelent, hogy ilyen kódokat is bele lehet venni a programba, SQL. És akkor itt már nagyon távolodunk attól, amit videóban meg fogunk tapasztalni. Úgyhogy ennyi lett volna ez az átvezető 26. rész, amivel elkezdődik ez a GUI széria. Úgyhogy szerintem abból egyből a kettes résszel fogjuk folytatni. Én ezzel megköszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!